Legyen az biliárd, snooker vagy pool, a klubokban és bárokban gyakran találkozhatunk ezekkel a játékokkal. A történet a 15. században kezdődött, amikor a játékosok buzogánnyal lögdösték a golyókat. Amikor kiderült, hogy a buzogány vastag feje nem teszi lehetővé a pontos célzást, fordítva, nyelével előre használták. Ez vezetett a dákó feltalálásához. A dákó kiválasztásánál alaposan körül kell néznünk. A megfelelő eszköz kiválasztásán múlhat, hogy nyerünk vagy vesztünk. A dákó hátsó felének elkészítése egy rúd drága juharfával veszi kezdetét. A fadarabot egy esztergapadra fektetik. Egy sínen mozgó penge határozza meg az átmérőt, a deszkából hengert képezve. A keletkező faforgácsot vákummal szippantják el. Ezután egy lapos fejű acélvéső vág bele a fa egyik végébe. Ezt a csavarmenetet arra használják, hogy a dákó két részét egymáshoz illesszék. Egy fekete műanyag gyűrűt húznak a kiálló peremre, és leragasztják. Dekoratív, de emellett stabilitást is ad a dákónak. A felső felületet is ragasztóval kenik be, és egy újabb gyűrű kerül rá. Ez viszont nikkel ezüst ötvözetből készül. Az előső részt a hátsó félhez csavarozzák. A felesleges ragasztó kicsordul, amikor a csavarmenet megszorul. A két alkatrész most már egyetlen egységet képez. Ekkor egy újabb eszterga kerül elő. Számítógéppel vezérelt vágófejek kínos pontossággal a kívánt átmérőre keskenyítik az elkészült dákó darabot. Ezután egy másik digitális vezérlésű gép geometriai formákat váj a dákó előső felébe. Ugyanez a vágófej alakítja ki a vájatokba illő formákat ébenfából. Egy munkatárs letisztogatja a kivágott ébenfa darabkákat és megvizsgálja őket. Óvatosan kell kezelni őket, mivel a vékony falemezek könnyen eltörhetnek. Egy bottal sűrű epoxi gyantát terítenek szét a dákó kivált mélyedésében. Az erős ragasztóanyag összetétele szigorúan titkos. Ezután az egyik ébenfa berakást benyomják a ragasztóval töltött üregbe. Majd elefántcsont utánzat kerül az ébenfa berakás közepére. Ezt nagy csipeszekkel illesztik a helyére. A mintát egy újabb ébenfa darabkával folytatják. A ragasztó kicsit kulimászosnak tűnhet, de amikor megszárad, szilárdan tartja a berakásokat és meggátolja a levegő és a nedvesség bejutását. Legvégül az apró, szintetikus kövek is a helyükre kerülnek. Az elkészült díszítést egy fabetéttel nyomtatják le. Ezután egy számítógéppel irányított fúró lyukat váj az illesztési pont kellős közepébe. Egy másik fúrófej menetet vág a lyuk belsejébe. Ezt követően egy ragasztóval megkent acélmenetet illesztenek a fúró által kivált mélyedésbe, melyet egy speciális eszközzel szorosan rögzítenek. Amikor a menet a helyére került, lecsavarozzák a szerszámot. Ezután a dákó két része összeilleszthető és szétcsavarozható. Egy automatizált festékszóró bevonattal látja el a dákót. Egy motoros bélyegzőgép a dákó végére pecsételi a gyártó emblémáját. Az esztergára állított dákót ragasztóval kenik be, így készítik elő a dákó bevonását. A megpörgetett dákóra egy orsóról szövetfonalat tekernek, mely a ragasztó segítségével megtapad a rúdon. Ezáltal a dákónak jobb fogása lesz, mely a nedvességet is elnyeli. A dákót egy nagy sebességű textillel borított forgófejjel varázsolják fényesen csillogóvá. Az így elkészült dákót akár komoly versenyen is be lehet vetni, úgyhogy ne habozzanak!